Tavaly óta duplájára emelkedett a gabona ára, mondja a megyei agrárgazdasági kamara elnöke. Az árpának a most jelenlegi reggel néztem az árfolyamon, az 12.500 forint ér megy mázsája. A buzár néztem, az 14.200 forint, kukorica 12.300 forint, tehát 14 és 15.000 forint között vannak az árak. Ezek napi árakat jelentenek, ezek változnak, naponta 1-200 forintot föl, le vagy mínuszba, pluszba változnak, a napraforgó az 30.000 forint fölött van. A gazdák költségei is emelkedtek, az üzemanyagtól kezdve a gépek áráig, a műtrágyán át. Ezt figyelembe kell venni az árak alakulásakor, mondja a szakember. Előző évben még 5000-ért vettük a műtrágyát, most 30000-ért, tehát az 6-szorosa. Az ősszel kiszorandó úgymond 3x15-ös műtrágyáknak például 40-45000 forintba kerül mázsája, nem tonnája, mázsája. Tehát amit idáig megvettük 10-12000 forintért, ott is azért meg háromszorozódott, és a gépáraknak a megduplázása, a munkadíjnak a úgymond emelkedése, az alkatrésznek az emelkedése, tehát mind-mind befolyásolja ezt a gazdálkodóknak, hogy mennyiért fogják tudni adni a növényeket. Rittlinger József azt mondja, nem lesz itthon hiány gabonából, hiszen az országban többet termelnek, mint a hazai szükséglet. A külföldi felvásárlók már megjelentek az országban, hogy pótolják az ukrán háború miatt kiesett mennyiséget. Jelenleg azonban kiviteli engedélyhez köti az állam a gabona exportot, ezzel biztosítva a magyar igények kielégítését.